Jó, üdvözlet mindenkinek, akkor mindenki némítgassa le magát szépen, és neki kezdünk. Ezúttal a feladat, ha jól emlékszem, az volt, hogy a büszkeség, a felfúvalkodottság és a kevésség és minden, amit ezzel kapcsolatban meg tudunk fejteni az írásokból, de egyébként felolvashatom. Keres példákat arra, amikor az emberek, vagy népek, vagy bárki más, a büszkeség, a kevésség és a felfúvalkodottság áldozatává vált, illetve ez miatt bűnbe esett. Foglald össze a történetet, vondd le a következtetést, nézd meg a folyamat lépéseit, szerkezetét, vizsgáld meg a kifejezéseket az írásokban, szótárakban és az etimológiát. Ez volt a feladat. Mindenki némítsa le magát, jó? És amikor ő rákerül a sor, akkor beszél. Szóval én meghagyom magam a végére, hát ha más felkészült, és akkor az a lényeg, hogy mindenki a lehető legtömörebben, nem feltétlenül azt mondom, hogy rövid, csak legyen tömör, jó? Hogy ne legyen ilyen túl nagy filozófiai eszmefuttatás, meg ilyenek benne. Oké? Okay? Úgyhogy nézzük, hogy ki az, aki kezdi. Legyen az első, az egy ilyen 5-10 perc, aztán annyi. Oké. Okay. 5 percet adunk Marikának. Szia, Salom! A mikrofonodat kapcsolod be. Igen. Jó. Oké. Várjál, most nem hallak. Most nem lehet hallani. Most se. Folyamatosan nem. Mm-mm. Én nem hallom. Próbáld meg frissíteni a Discordot, és aztán hát, ha... Az előbb jó volt pedig. Sőt, túl hangos is volt, aztán hangos lett. De most nem hallok semmit. Jó, következő, ki akkor? Robi? Mehet. Mindjárt próbálkozzál, Marika, aztán, hogyha megszólalsz, akkor utána te vagy a következő, de nem hallak. Igen, lehet hallani, ilyen robotszerű, de hallom. Lehet, hogy nálam van a probléma. Most jó? Aha. Igen. Így van. Igen. Mindenki más némítsa le magát. És még egyszer példabeszéde. Igen. Igen. Tehát a gyalázat,
Szed? Így van. Világos. Igen. Igen. Világos. Aha. Yeah, man. Úgy érted, hogy ami itt van most ebben a teremben, ahol vagyunk? Igen. Igen. Apostolok, mennyi? 11-23? Értem. Igen.
Némítsd a Bálint, némítsd le a magadat, légy szíves. Nem tudom. Minél hamarabb. Igen? Mondjad, Robi. Szuper. Jó, rendben, nagyszerű, de tényleg szuper. Majd mindegy, majd én elmondom a végén, de mindegy, számomra érdekes volt, hogy majdnem ugyanazon a gondolatmeneten indultunk el, és ugyanazokat a dolgokat fogom én is elmondani, csak talán részletesebben, mint te. Úgyhogy nagyszerű volt így ebből a szempontból különösen visszaigazolás nekem. Akkor nézzük, Marika, jó, röviden. Hogyha, aha, mehet, nézzük. Most igen? Jó. Nézzük. Csak egy kicsit lassabban. Igen. Akkor mondtam, hogy
34.
Világos. Jó, értem, köszönöm, nagyszerű. Van valakinek ezekkel kapcsolatban kérdése eddig? Robi? Lehetséges, hogy betudom. Ja, de az csak... Ja, ja, lehet, hogy az lesz a legegyszerűbb. De most megosztottam. Látható? Most nem tudom, hogy mennyi lehet azt kéne nagyítani ott, vagy sem. Következő? Ja, jó. Akkor ott lesz az is. Oké, valaki más? Lali, te mondtad, hogy valameddig eljutottál, mert itt más nem nagyon jelentkezik. Az nagyon funky az a mikrofon. Igen. Igen. Nagyon halk, de hal. Oké? Okay. Még egyszer a helyet, hol van ez? Igen? Oké. Okay. Figyelj, csak arra hagyd kérjélek már, hogy legyen valahogy következetesen egy helyen az a mikrofon, mert akkor így egyszer halk lesz, egyszer meg hangos. Akárhogy is, van nekem mindegy, csak egy legyen, hogy be tudjam állítani a hangot, és akkor utána, mert akkor a felvételen hol halk lesz, hol hangos. Oké? Okay? Nekem mindegy, csak valamelyik. Mehet. Ez még 2 krónika 32, ugye? Jó.
Igen. Igen.
Bizony. Következménye, értem. Igen. Igen. Nagyszerű volt. Szuper volt. Én gondolkodtam ezen sokat mostanában ezen a sztorin, és érdekes módon az atya pont meg is válaszolta akkor ezt így azáltal, amit mondtál, vagyis ahogy ezt így. Én próbáltam megtalálni, hogy mi volt a probléma Ezékiással, és valami oknál fogva én ezt nem láttam meg, de most így utólag teljesen egyértelmű, hogy mi volt, szóval végül is csak megválaszolta a kérdésemet még akkor is, hogyha nem én voltam az, aki rájöttem, de se baj, pont ez a lényeg. Egyszerű volt mind a három amúgy, de ez különösen aktuális, mert én ezen gondolkodtam két napja. Pont ezen, ezeken a dolgokon, Ezékiáson, meg ezen, hogy vajon mi is volt a probléma vele, és valahogy az én gondolataimat elkerülte ez, ami elég egyértelmű így utólag. De se baj. Akkor még egy emberre lesz idő. Egy ilyen rövidre. Vagy hát nem tudom, ha még van több, és akkor belesűríthetjük azt is. Ha nincs, akkor pedig te is akartál valamit, Marika? Valójában nem hall. Most már nem is. Egyszer hagyj frissítsen már én magam, meg lehet, hogy mindenki jobban jár. És akkor vissza kell, meg kell osztanom megint a kép. Jó, akkor egy nagyon gyors. Mehet, mehet, te jössz. Te vagy. Mehet, Marika. Csak nem hallunk. Bár nem is beszélsz, én látom. Csalsz. Direkt nem is beszélsz. Szerintem nem is hallod. Jaj, nem, lefagyott az a valami. Elnézést. Én mondtam, hogy robot vagy. Már a hangodon is hallottam. Frissítsd a gépedet, ha hallasz engem. Mert szerintem az hiányzik neki. Na most már legalább... De ott van. Na mondjál valamit? Legközelebb mindenkinek be kell lizélni azt, hogy nem vagyok robot. Igen, érdekes módon. De itt vagy, Marika, hallasz? Mert te vagy. Jó, akkor... Senki többet harmadszor. Csaba? Ja, István? Na mondd, István, akkor István hagyj jöjjön. 5 perc. Várjál? Mondd? Nem rossz.
Igen? Most várjál, mert mindenki elment, most mindenki visszajött. De legfőbb kép István eltűnt a képből, várjál. Pillanat. A technika ördöge. Ezt úgy hívják. Mindennek van saját ördöge. Szóval... István eltűnt egyszerűen csak. Úgyhogy nézzük akkor... De nem, visszatértél. Csak most nem hallunk. Jó. Attól még elhisszük, hogy te vagy az. És nem egy robot. Szuper. Mehet. Így van. Igen. Olyannyira nem, hogy csak ez a két alkalom, amikor szerepel a 660. Úgy értem, hogy ez a másik. Mi a, ennek a strong száma? Há? Igen? Gá? Igen.
Egyszerű. Egészen haszna vehetetlen. Most viszont elment már a hang, végképp attól tartok. Megpróbálom megkeresni, de nem is látom más. Várja, mondjad? Hát attól függ, mi volt az. Ott ment el, hogy amely egészen haszna vehetetlen. Aha. Világos. Rendben, nagyszerű. Akkor most már csak az, aki nem bír magával, hogy elmondja 5 percbe azt, amire rájött. Aki tudja magát tartóztatni, az nyugtassa magát azzal, hogy felkészült, és tudta volna, de az atya tudja, hogy mi a helyzet, szóval nem kell izgulni. Nem kell felfúvalkodni, meg mindenképp kimutatni, hogy felkészült, hanem egyszerűen csak nyugodtan tudomásul venni, hogy az atya tudja. De Zsolti? Te vagy? Várjál? Aha, Salom, mondd. Mhm. Uh-huh. Igen. 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 Mhm. Felfúvalkodottság. Mhm.
Szombaton megbeszéljük. Sábát napon. Már hogyha itt leszel. Nem feszítjük túl magunkat, mintha nem értünk volna el hozzátok, hiszen hozzátok is eljutottunk Mashiach jó hírével. Szuper. Nagyszerű. Azt kell, hogy mondjam, hogy mind nagyszerű volt, amire idő jutott. A többire nem fog idő jutni. Viszont még megszavazhatjuk, hogy elmondjam-e én, amire jutottam, mert ez egy ilyen elég, nem azt mondom, hogy hosszú, de az nem tudom, hogy ki az, akinek még van agykapacitása ilyenkor ezekre a dolgokra. Jól van. Akkor én úgy veszem, hogy mehet. Szóval... Nem hallottam, amit mondtatok, de tegye már mindenki, hogy lenémítja magát, jó? És akkor... Nem gond, csak némítsa le magát mindenki, az a lényeg. Gergő. Jó. Szóval, és ezt egy külön videóként fogom feltölteni majd, úgyhogy itt ezen a ponton elbúcsúzok azoktól, akik nézik majd ezt a videót, ez pedig egy külön videó lesz. Egy ilyen másfél-két órás. Csak vicceltem. Nem lesz olyan hosszú, úgyhogy salom.